A Virágpiac májusi kiadása Óbecse központjában mintegy 60 kiállítót gyűjtött egybe, Szerbia egész területéről. A Biber Polgári Egyesület ez alkalommal is arra törekedett, hogy különböző virág- és palántatermelőket, udvari és kerti díszek és felszerelések árusait, továbbá élelmiszer, kézműves tárgyak és házi kozmetikum gyártókat hívjon meg. Úgy, mint a korábbi években, így most is a kiállítóink egész Szerbia területéről érkeztek, például Brnjacka banyából, Zlatiborról, Belgrádból, Csúrokból, Palánkáról, Temerinből, Szőregről, Újvidékről, Ledinciből, Szomborból, Szmederevóból, Kishegyesről. Ami a további terveinket illeti, most egy kis szünet következik a nyári hónapokban, majd ezt követően lesz még két virágpiac, az egyik szeptemberben, a másik októberben. A tavaszi idény utolsó virágpiacán ugyan színes volt a kínálat, de nem volt sok vevő. Az általunk megszólaltatott eladók azonban elégedettek a polgárok látogatásával. Idén kezdtem el először foglalkozni a birkás dolgoknak, a birkás termékeknek a gyártásával. Vannak kisebb és nagyobb csomagolások, és főleg a piacon értékesítem a zárut, de viszont a környékbeli falukba oda is szintén viszem a zárut, és akkor ott is értékesítem. És örömmel fogadom azt, amikor ugye visszatérő vásárok jönnek és dicsérik, adják a saját gyermeküknek, és ez úgy örömmel tölt el. Nekem itt jelen pillanatban 200-250 fajta növényem van. Mi javarészt a kintelelő több éves növényekkel foglalkozunk, de most újabban elkezdtük a szobanövényeket is, amire elég nagy a kereslet. Vannak örökzöld tujájaink is. A múlt virágpiacon legjobban a szobanövényekre volt az igény, most azért annyira arra úgy nem, ahogy én számítottam, de mindenből csipegetnek, mindenből egy kicsit vásárolnak, úgyhogy meg vagyunk elégedve a piaccal. Nagyon sok fajta áruval rendelkezünk, vannak szobavirágok, vannak évelővirágok, vannak kerti növények. A vásárlásban mindenfélét keresnek az emberek, legtöbbször az idősebbek a virágzós növényeket szeretik, a fiatalok, a gyerekek azok most a kaktuszokat gyűjtögetik, kedvelik. Nagyon sok fajta virág van. Vannak évelős virágokból, mondjuk rá lupinus most egy érdekesség, fél nyárig virágzik, fél árnyékos helyen. Vannak muskátlik, petóniák, gerberák, büdöskék, begóniák, nagy a kínálat. A virágpiac következő kiadását szeptemberre tervezik. Párja nincs címmel tartottak nemzetközi gyermeknéptánc találkozót a múlt szombaton az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. Csongrádi, zentai, törökbecsei, szabadkai magyar csernyei és óbecsei fellépőkkel a Fokos Zenekar kíséretében. Az immár hagyományos harmadik éve megrendezésre kerülő találkozó bemutatkozási lehetőséget ad a gyermeknéptánc együtteseknek, emelte ki Ricka Sziba Beáta, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör program szervezője. Nagyon fontos, hogy ez az ifjú korosztály kapjon lehetőséget arra, hogy megmutathassa a tudását, legyen elég fellépési alkalma, mert ez a mindennapi munkában nem csak egy fénypont, hanem megerősítés és új lendületet ad nekik. A néptánc, mint olyan, magában is egy személyiség és közösség formáló erő, és ezeken a műsorokon, ahol több helyről találkoznak a gyerekek, a színfalak mögött alkalmuk adódik kapcsolatokat teremteni, barátkozni. Ugye van egy közös alapjuk, egy közös értékük, ami segítségével könnyen megtalálják a hangot egymással. Pintér Krisztián, a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ művészeti vezetője elmondta, hogy érdekes produkcióval, bő repertoárral érkeztek a találkozóra.
Gyerekcsoporttal érkeztünk, általános iskolás, alsós, tagozatos gyerekekkel jöttünk. A rendezvényről az a véleményünk, hogy nagyon jó, hogy megtartják, jó lehetőséget ad, közeledik a Kőketánc Vajdaságban, ugye nagy nyilvános szemle. Ez most egy jó lehetőség arra, hogy még a nyilvános megmérettetés előtt a gyerekek kipróbálják magukat a színpadon. Farsangi szokásokat fogunk bemutatni a Kárpát-medence több területéről is, tehát nem szorítkoztunk most szűk tájegységre, hanem egész bő a repertoár, úgyhogy be lesznek öltözve a gyerekek is, különböző jelmezeket is fogunk használni, úgyhogy érdekes lesz a produkció. Cseszár Balázs, Óbecsei néptáncoktató kiemelte, hogy ez a találkozó egy remek lehetőség, egy főpróba a Vajdasági Gyermek Néptánc Fesztivál, a Kőketánc előtt. Az Óbecsei csoportjainkon kívül fellépnek még a Zentai Turzolajos központ csoportjai, valamint Csernyéről is a gyermeknéptánc csoportunk. Sok-sok táncanyagot tanítottunk az idén is az óbecseieknek, somogyi, jársági, vajdasági, tiszamenti táncokat, zentán rábaközi táncokat, szilátságit, és hát magyar csernyén is rábaközi táncokat tanultak a gyerekek. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap, a Csóri Sándor Alap és Óbecse község önkormányzata támogatta. Másodízben tartottak mézesdőlői pogányünnepet a hétvégén Óbecsén a Sulc-tanyán. A pogányünnepek ősi magyar hagyományőrző, táltos tudatú istentiszteletről szólnak, melyek célja, hogy a Kárpát-medencében élő emberek nemzeteken és nemzetiségeken túl összejöjjenek, szeretetben összekapcsolódjanak és megismerjék egymást. Mai rendezvény igazából az ősiességünkről szól, amit igazából próbálok egy kicsit úgy levezetni, hogy mivel itten mink a délvidéken, Vajdaságban eléggé keverten vagyunk, de hogyha levezessük az egészet, akkor gyökereink eléggé hasonló magból indulnak ki. És ezért is próbálom ezt egy kicsit szerbi-magyarul lerendezni, hogy megmutassuk azt, hogy milyenek is voltunk annó. Úgy indult ez az egész, hogy én elmentem Pomázra, elvonulásra a személyekkel Magyarországra, ugye, tehát Budapest mellett van a Pilisbe, és ott jött ez az ötlet, ha annak nevezhetem, vagy inkább ilyen sugallat, vagy megérzés, hogy én nagyon szerettem volna lehozni ide a délvidéki, úgymond Magyarországról délvidéki, ugye vajdasági embereknek azt, hogy ezt megtapasztalhassák, és megkóstolhassák ennek az egész rendezvény sorozatoknak, meg mi egyébnek az ízét vagy a zamatát. A rendezvényen a szervezők számos érdekes programmal várták a látogatókat. A lovaglás, az íjászat, koncertek és kézműves kirakodóvásár mellett előadásokat is hallhattak az érdeklődők. Egyebek mellett a kender felhasználásáról és a növény jótékony hatásairól. Emellett egy ördögűző pogánynak mondott, de valójában nagyon is Isten közeli szertartást tartottak, amelyen minden rossz erőt egy megszemélyesített bábúval üztek el, azáltal, hogy elégették. Szemző Gábor, a Magyarországi Magír Egyesület vezetője elmondta, hogy az ősök tiszteletére bemutatott szertartások, fényhidak, a szeretet összekapcsolják a nemzetek gyökereit, amit tovább kell éltetni. Országszerte járunk mi a csapatunk, ez a Magír Egyesület. Ennek az a célja, hogy fölébresszük az ősi hitvilágunkat, az ősi tudásunkat, a magyarok ősi tudását, és a lecsatolt részeket, a Magyarországról lecsatolt részeket fölélesszük. Nekünk nem az a feladatunk, hogy szerezzük vissza az országot, hanem szeressük vissza az országot. Tehát a szerbekkel, a felvidékiekkel, az erdélyekkel és minden lecsatolt résszel szeretetben vagyunk és közösséget alkotunk, mert a Kárpát-medence nem csak a magyaroké, hanem minden népé, de mi magyarok, akiktől lecsatolták ezeket a részeket, feladatunknak érezzük, hogy összehozzuk itt az embereket, a mindenféle magyar embert, akik itt vannak a Kárpát-medencében, és a más nemzetiségüket, szerbeket, trótokat, románokat összekapcsoljuk, mert egy közös ősiségünk van,
a tűz, a víz, a levegő, a föld, az egyisten, és ebben mindannyian közösek vagyunk, és ennek az útnak a szertartását csináljuk együtt, és szeretet van, nekünk kell összefogni, és amint látjátok, összefognak az emberek, szeretik egymást, és évről évre ezt építjük. Mindenki megismerheti a másikat, szeretheti a másikat, fontos kapcsolatokat teremthet. Schulz, a hely gazdája, lehetőséget ad arra, hogy itt a kultúrák összetalálkozzanak. Ez most egy magyar ősi zenét és hitvilágot idéző program, de jönnek majd szerbek is, akik szintén pogány zenét fognak csinálni, és a pogány ősiségünk a szerbekkel is, és minden nemzetiséggel azonos. Ezt kell megkeresnünk. A rendezvény látogatói megkóstolhatták a helyszíni vegán konyha kínálatát, emellett sátorozásra is volt lehetőség.